Figyelmeztető sztrájkot tartottak ma a tanárok országszerte. 11 és délután 1 óra között nem tartottak órákat, hétfőtől pedig általános sztrájk kirobbantására készülnek. A tanügyi szakszervezetek követeléseit már 5 hónapja nem veszi figyelembe a kormány. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak a tanárok szerdán, miután a kormány január óta nem veszi figyelembe a követeléseiket, és az országos szintű tüntetésekre sem reagált. Jövő hétfőtől készek általános sztrájkot kirobbantani az ágazat alulfinanszírozásával elégedetlen szakszervezetek. Molnár Zoltán, a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége Maros megyei szervezetének elnöke szerint jelenleg az általános sztrájk kirobbantása elkerülhetetlen. Én úgy látom, hogy most nincs kialakulva még az a párbeszéd, hogy bármilyen módon ne induljon be ez a sztrájk. Aztán, hogy meddig fog tartani, vagy mikor lesznek olyan kompromisszumok, olyan javaslatok a kormány részéről, amelyet a szakszervezetek el tudnak fogadni, azt nem tudom, tehát a határidét nem tudom. Én úgy gondolom, hogy most a kormány udvarában van a labda, és ők kéne lépjenek, vagy valamit tegyenek annak érdekében, hogy normalizálódjon a helyzet. Maros megyében a szakszervezeti tagok megközelítőleg 70%-a vett részt a figyelmeztető sztrájkban. A Bolyai Farkas Elméleti Liceumban például a tanerők csak nem 100%-a. A követelések nem változtak, az elnapolt béremelések folyósítását, a bérpótlékok kifizetését, az ingázási költségek elszámolását, a letelepedési támogatás, illetve a munkaszerződésben megszabott pihenőszabadság biztosítását, és a mégis ledolgozott napokért járó túlórapénz kifizetését kérik a kisegítő személyzet számára. Elsősorban fizetések egy megélhető szintre jussanak el, tehát meg lehessen élni abból a fizetésből. A posztok felszabadítása Bolyai Liceum helyzetében egy ekkora épületre 6 takarítónő van, akik már rég túl dolgozzák a normájukat, ugyanazért a fizetésért. Kapusoknak nem lehet kifizetni a plusz órákat, hétvégei, éjszakai órákat. Ugyanakkor azt is elvárják, hogy a kidolgozás alatt álló új közalkalmazotti bértörvény az oktatás társadalmi jelentőségét tükröző, az országos átlagbér szintjén kezdődő, valamint azt meghaladó bérkategóriákat állapítson meg a tanárok számára.